ennek a biciklizésnek röviden az lenne a célkitűzése, hogy kicsit teszteljük a fejütegi G5-ös videóstabilizátort, amely hát úgy néz ki, hogy bevetések tömkelegével fog majd szembenézni az elkövetkező időszakban, mindenféle terepen, mindenféle körülmények között. Na hát itt van egy csomó minden, ezért érdekes végigmenni azért. Történetesen pont most a gimballal, hogyha már itt vagyunk, próbáljuk megnézni, hogy itt mi is van ebben a nagy javítási hangulatban, Gergyó széken. Szép terepezés ez a mai délután, amire én nem számítottam, de hát most ki lesz próbálva, hogy milyen is az egész működés, hosszabb terep viszonyok között is. És persze, jó magam is itt a vicajon, ahogy mondom a magam itt. Közben folytatjuk a gimbal tesztet, hát szerintem elég jól látszik, hogy kell is ide vár egy kis kiegyensúlyozás, mert rázkodás az van bőven, ezt nem is kellett keresnünk. Tehát egy másik utcába is, próbáljuk egy kicsit gyorsabbra venni a dolgokat. Közben vannak még egyebek is. Próbáljuk venni az akció további hőseit, illetve a támogatóit akciósan. Erre kell az akciókan, mert a gyerekek, illetve hát a videó a stabilizátor. Például, de legyen elég most már, menjünk kicsit jobb vizekre is szerintem, ha már itt vagyunk. Itt egy kis felépítogatás, csak együnk is valamivel. Persze figyelünk az útra, mert gödör-gödör hátán, illetve után. Ez van, ezt kell szeretni. Teszteljük a stabilizátort, ezt ne felejtsük el. És jár, rájöttünk egy jobb útra, és most egy kicsit fölhajtunk. Figyeljük a kilométer órát, ahogy halad fölfele, és egyre jobban. Itt mondjuk a 20-nál többet nagyon nem tudunk megfogni, ez garantált. Röviden ez lett volna a nagy tesztelés. Semmi műszaki, meg hasonló tartományok nem akartam itt prédikálni, mert szerintem semmi értelme. Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Fejütek G5 stabilizátor tesztet láthatták a kedves érdeklődők!